Sziasztok, borkajak, és üdvözöllek titeket újra a csatornámon! A mai videóban John Scalzi Állati gonosz című könyvéről fogunk beszélni. Nagyon friss megjelenés ez most jelenleg az Agave könyveknél. Ez a kötet nagyjából a könyvfesztivál körül jelent meg, és én ekkor kaptam meg recenziós példányba, amit itt is nagyon szépen köszönök. Meg kell, hogy mondjam, hogy engem már egy ideje érdekeltek Scalzinak a könyvei, ő egyébként főleg sci-fi íróként van elkönyvelve, és nekem úgy tűnt, hogy azok a könyvei, amik megjelentek például magyarul, azok nekem valóak lennének. Úgyhogy amikor megláttam ezt a könyvet, és elolvastam, miről szól, tudtam, hogy nekem ezzel kell kezdenem, és nekem ezt el kell olvasnom. Scalzi egyébként idén díszvendége volt a könyvfesztiválnak, tehát itt volt Budapesten, és itt átvett egy díjat, illetve voltak vele előadások is, és volt egy dedikálása, amit nagyon ki akartam várni, szerettem volna ezt a könyvet dedikáltatni, de a helyzet az, hogy annyian voltak, hogy tudtam, hogy esélyem nincsen nekem időben ezt dedikáltatni, és ugye én nem vagyok pesti, szóval haza kellett jönnöm. Úgyhogy ez sajnos kimaradt, de hát látom, hogy mennyien voltatok az aláíráson, és tök jó, hogy ennyire érdekel mindenkit a szerző, mert én tényleg eddig jókat hallottam róla, és azután a könyv után biztos vagyok benne, egy nagyon jó író. Scalzról egyébként azt kell tudni, hogy mint már mondtam, hogy főleg sci-fi író, és rengeteg díjra jelölték már, illetve ő volt a Science Fiction and Fantasy Writers of America-nak az elnöke is régebben. Ami még érdekesség róla, és ezen tökre meglepődtem, hogy van ugye Netflixen a Love, Death and Robots című sorozat, amiben neki 3 darab short storyát is adaptálták. Tehát van benne 3 olyan rész az első évadban, ami az ő sztoriát dolgozza fel, és én nem láttam még ezt a sorozatot, csak egyetlen egy részt, mert más nézte és belepillantottam, de nekem érdekesnek tűnt, és azt mondták egyébként, hogy jó, hogy ezek után fontogatom, hogy legalább azt a 3 részt megnézzem, mert ha jól tudom, egyébként ezek ilyen különálló részek, és mindegyik másról szól, úgyhogy hát azt majd meglátjuk, ha valamelyikötök esetleg nézte, akkor kommentben írjátok le, hogy milyen, mert ha azt mondjátok, hogy jó, akkor szerintem meg fogom nézni. Vannak más megjelent könyvei is magyarul a szerzőnek, mint már mondtam. Ilyen például a Kaiju Állatvédő Társaság, ami hát szerintem egyébként szintén nekem való lenne, ezt amikor megjelent, sokat nézegettem, de aztán valamiért nem olvastam el, viszont így, hogy ez nekem ennyire tetszett, most fontolgatom ismét. Illetve van neki magyarul egy science fiction sorozata, a Vének háborúja, aminek jelenleg 7 része van, és hát képzeljétek el egyébként, hogy én majdnem ebből írtam a szakdogámat. Tehát, hogy amikor kitaláltam a témát a szakdogámnak, akkor a tanárommal, aki segített a szakdogámba, vele nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy akkor most Octavia E. Butlernek csináljak a Xenogenesiséből a szakdogát, vagy inkább a Vének háborújából. És majdnem, tényleg egy hajszálon múlott, de majdnem a Vének háborújából írtam a szakdogámat. Végül Butlernek a könyveiből írtam, de hát ez egy kis érdekesség volt. És hát végül megjelent Scalzinak az új könyve, az Állati gonosz is magyarul, amit nem régen olvastam, és nagyon tetszett. Ez egy elképesztően rövid könyv egyébként, gyakorlatilag, ha lett volna időm, szerintem egy ültő helyen be el tudom olvasni. Csak a hazaúton, amikor jöttünk haza a könyvfesztiválról, majdnem félig elolvastam, úgyhogy tényleg egy nagyon pörgős, gyorsan olvasható és rövid történet. Fő karakterünk itt Charlie, aki igazából egy ilyen középkorú férfi és tengődik az életben. Nem igazán találja az élete célját és helyét, ő neki volt egy nagyon jó állása, mint újságíró, de onnan sajnos elkerült, és most jelenleg tanárként dolgozik, amit annyira nem élvez, és nem is keres annyi pénzt, mennyit szeretne. A feleségével elváltak, és gyakorlatilag most az apukájának, a halott apukájának a házában él, ahol a féltesói próbálják megállást nekül kitúrni. Úgyhogy semmi nem jönnek ki össze az életben, minden álma az, hogy megvehessen egy számára ismerős bárt, de hát nincsen arra ennyi pénze, és kölcsönt sem akarnak neki adni, úgyhogy gyakorlatilag azt se tudja, mit akar az életbe, és csak úgy élegre cicájával. Amíg egy nap egy távoli rokona, Jake bácsi, meg nem hal. Jake bácsi, ő egy ugye rokona volt, a nagybácsikája volt, Charlie-nak viszont kiskora óta nem is látta őt, és nem is hallott róla, így nagyon meglepődött, amikor kiderült, hogy gyakorlatilag ráhagyta Charlie-ra az összes vagyonát, meg úgy mindenét. És ez egy mit takar? Hát Jake egy rendkívül utált ember volt, ő gyakorlatilag ilyen egész világban ismert ilyen alvilági személy volt, és milliárdos, és rengeteg befektetése volt, és hát nagyon sok embernek keresztbe tett, úgyhogy nem nagyon szerették, és éppen ezért, amikor kiderül, hogy Charlie örökli az ő, hát úgymond vállalkozását is, illetve a pénzének egy részét, akkor Charlie-ra is megpróbálnak egyébként rátörni, és az életére törni, és még Jake bácsi temetésén is konkrétan megpróbálják leszúrni a bácsikát, hogy biztos halott el, tehát, hogy nagyon-nagyon nem szerették ezt az embert, mindegy. És így kiderül szépen lassan, hogy mivel is foglalkozott az ő nagybátyja,
Például vannak ennek a nagybácsnak szuperintelligens cicái, akik tudnak gépen kommunikálni, meg billentyűzetet kezelni, meg mindenféle ilyesmi. Ami egyébként eléggé menő. Ki fog derülni az is, hogy Charlie macskája is végig neki dolgozott gyakorlatilag, szóval értitek. És vannak benne elég bunkó delfinek, meg van benne minden hasonló. Ez a könyv annyira különleges, hogy nem lehet szavakkal leírni. Pont amikor azon gondolkoztam, hogy kinek is ajánlom ezt a könyvet majd a videó végén, nem nagyon tudtam megfogalmazni ezt a réteget, ami így megfogná igazából a közösségét. Mert ennek a könyvnek a közönsége szerintem az nagyon tág, tehát nagyon sokfajta embernek tetszhet. Egyrészt akciódús és ilyen akciós, meg úgymond ilyen filmszerű, akciófilmszerű dolog az egész, tele ilyen titkos tárgyalásokkal, meg ilyen alvilági dolgokkal, meg ilyen szuper technológiával, de közben hihetetlenül komikus is, és nagyon-nagyon vicces, és tele van állatokkal is, szóval nagyon nehéz megfogalmazni azt, hogy kinek ajánljam, szóval gyakorlatilag ajánlom mindenkinek. Tehát, hogy ez a könyv olyan, hogy meg kell vele próbálkozni, főleg egyébként például, hogyha ilyen olvasási válságban vagytok, vagy esetleg úgy tettek, hogy mostanában nem olvastok sokat, ez egy rövid könyv, ami gyorsan csúszik, szóval lehet, hogy ilyen sikerélményetek is lenne, hogy elolvastam, és akkor egy könyvet többet olvastam, de egyébként is szerintem ez ki tudja rázni az embert ebből, mert annyira szórakoztató és vicces és könnyed, hogy így nagyon-nagyon jó. Végül 4,5 csillagot adtam rá, az a dolog, ami miatt lemondtam azt a fél csillagot, az annyi volt, hogy nekem a közepe felé, ahogy már tele volt ilyen gonosztevőkkel, meg ilyen találkozókkal, egy kicsit leült a humorfaktora, és az egy kicsit így nekem nem tetszett annyira, viszont ez hamar visszajött, úgyhogy ez nem volt azért akkora gond, ez egy nagyon-nagyon jó könyv volt, és ez a 4,5 csillagot teljesen megérdemli. Egyébként, fun fact, ez a videó szerintem a Creepathon előtt vagy közben fog kimenni, hogy a könyves Creepathonra is jó olvasmány ez, szóval most mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy ez a kötet itt, ez a könyves Creepathonra tökéletes olvasmány, mert van olyan pont, amit ki lehet vele pipálni. Nem tudom, hogy mire ez a videó kimegy, már a pontok kint vannak-e, hogy mi alapján kell olvasni, de most elmondanám, hogy van olyan pont, amihez ez a könyv jó. Úgyhogy ha akarjátok olvasni, akkor tegyétek meg a Creepathon közben. Nagyon tetszett a könyv, és nagyon ajánlom nektek. Az idei évem egyik ilyen legkülönlegesebb olvasmánya volt, mert tényleg azért ilyen írói stílust én nem nagyon ismerek, ami ilyen ennyire komikus, és mégis ennyire komoly, nem igazán tudnám megfogalmazni. Ez egy nagyon nagy téttel játszó könyv, és mégis egész végig nevettem közben. És alapból nem sok vicces könyvet olvasok, ami úgy direktbe vicces, és nagyon tetszett az imánk a stílusa, úgyhogy most igazán gondolkozok azon, hogy a többi könyvét olvassam-e. Nem tudom, hogy a többi könyvében ilyen-e a stílus, vagy csak ez a sztori volt ilyen, de hát megnézem majd, utána fogok járni, és akkor el fogom nem tudom, mit fogok tőle olvasni. Ha bármelyikőtök már ezt a könyvet olvasta, kommentbe írjátok le nektek, hogy tetszett, vagy írjátok le azt, hogy milyen más könyveket olvasatok a szerzőtől, és azok hogy tetszettek, mert kíváncsi vagyok rá, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!